Vogel Hochzeit, vagyis Madáresküvő címmel készült rövid színdarabot állítottak színpadra a Kovács Margit iskola színjátszó palántái. Az előadást egy hagyományteremtő program kezdőnapján láthatta a szép számú közönség. Az iskolánkban a német nyelvoktatásnak már nagyon régóta kiemelt szerepe van, és ezzel kapcsolatban azt emelném ki, hogy a tagozatos nyelvoktatásból a 2000-es évek elején nemzetiségi oktatássá váltunk, és ebben nagy szerepe van a kultúra és a hagyományok átadásának is, és úgy gondolom, hogy ezt a nyelvórák szabályszerűségei mellett leginkább sok-sok dallal, tánccal, játékkal lehet a gyerekekhez közel vinni, és így tud igazán a sajátjukká válni, hogyha meg tudják ismerni a kultúra ezen darabjait is. A színjátszás szintén régebbi hagyomány is volt iskolánkban, amit most szeretnénk felújítani, és úgy gondoltuk, hogy bemutatkozási lehetőséget szeretnénk teremteni a saját diákjaink mellett, azoknak az iskoláknak is, akik hasonló tematikában dolgoznak, és ez a hét amellett, hogy a diákok bemutatkozásáról is szól, a tanárok számára is komplex programokat tartogat, amivel egy kicsit a szakmai szemléletüket tudják reményeink szerint majd színesíteni és gazdagítani. Az előadásokra meghívót kapott dr. Dézsi Csaba András polgármester is, aki elmondta, egy fontos értékteremtés folyik az iskolában. A szülőknek is egy nagyon-nagyon-nagyon nagy komoly felelőssége, hogy a gyermekeket megtanítassák a nyelvekre, minél több nyelvre, és fantasztikus dolog az, hogy Győrben erre van lehetőség. A német nyelv az, és a németség az a magyarsággal összenőtt, itt Győrben aztán az Audi megjelenésével pedig aztán különösképpen. De nem csak az Audi, hanem nagyon sok egyéb más üzem is van Győrben, és az osztrák határ. Én Debrecenbe jártam egyetemre, és ott mindig irigyeltek, mert hogy ők a román tévét tudták nézni, meg az osztrák tévét itthon. Azért ez jobb volt. Nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, aki fellép a mai napra. A témát külön köszönöm. Azt hiszem, hogy ez egy olyan fontos dolog, mert az állatvédelem, ahogy a környezetvédelem is, ez hozzátartozik a humanitárius szemlélethez, a humánumhoz, és mint orvos, és mint polgármester is ezt nagyon fontosnak tartom egy közösség életében. Ferenczi Tamás, a német önkormányzat elnöke kiemelte, az ilyen rendezvények fontosak a Győrben élő német nemzetiségi polgároknak. Ez nagyon fontos a németségnek, a győri német nemzetiségi polgároknak, és a német nemzetiségi általános iskolásoknak és középiskolásoknak, hisz ez az iskola egy bázis. Egy olyan bázis, amely mindig otthont és lehetőséget ad arra, hogy a német nemzetiségi fiatalok bemutatkozhassanak itt Győrben. Itt láthatunk mögöttem egy pazar kiállítást, amely Taktrag, német ruhaviselet, illetve a német nemzetiség által használt, nagyon régi, úgynevezett konyhai felszerelések, én így mondanám igazándiból, ezt tartalmaz ez a kiállítás. Az intézmény pedagógusai és diákjai nagy lelkesedéssel készültek a nyitónapra és az azt következő napok programjaira. Híradónknak nyilatkozó pedagógus elmondta, az ilyenfajta rendezvények nagy pluszt adhatnak a tanulóknak. Egy ilyen 6-tól 14 éves korú gyereknek borzasztó fontos a sikerélmény, és az, hogy ő nem az anyanyelvén, hanem egy idegen nyelven felmegy egy színpadra, 250 ember előtt előadja, amit elő kell adnia, és utána őt megtapsolják, az ő személyiség fejlődése szempontjából azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. A másik ilyen a nyelvvizsga, tehát azt a tudást, amit 8 évig tanulnak itt németül a gyerekek, azt a tudást, amit 8 év alatt magukba szedtek, azt a saját maguknak is meg kell mutatni, hogy hova jutottam el. A tanárainknak is kell egy sikerélmény, hogy igen, megint elvittem 15 gyereket a nyelvvizsgáig, igen, megint színpadra tettem 50-100 gyereket, akik németül beszélnek és németül énekelnek a színpadon. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok.
A Színház pedagógiai hetet a tankerület vezetője dr. Nagy Adél nyitotta meg, aki elmondta a hetet és a pedagógiai programot is komplexitás jellemzi. A pedagógiai programban, amikor azt fogalmazza meg az intézmény, hogy milyennek látják az intézmény pedagógusai a gyermekképet, akkor első helyen szerepel az, hogy jól kommunikál anyanyelvén és egy idegen nyelven. Azt gondolom, hogy ezek az innovatív és komplex programok egymásra épülve rendkívül jól szolgálják azt, hogy ezen pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósuljanak. És egyébként az intézménynek, hogy milyen intézményi képet kíván kirajzolni és fogalmaz meg maga elé, az pedig kultúra közvetítést és kultúra teremtést jelent. És azt gondolom, hogy teljes az összhang ezen Színház pedagógiai hét programjai és a intézmény pedagógiai programja, pedagógiai célja között. A győri iskolákon kívül az intézmények partneriskolái színpadra lépnek a hét folyamán, míg a pedagógusokat drámapedagógiai workshopok várják.